A közös séta nagyon nagy szerepet játszik a kutyák életében, ezért fontos, hogy séta közben is tudassuk kutyánkkal, uraljuk a helyzetet. Első lépés, már az indulás is csak a mi hívószavunkra történhet. Az a kutya jöhet ki a kapun, aki türelmesen megvárja, míg szólunk neki. Ha már a séta eleje is úgy kezdődik, hogy kiránt minket a kapun, azaz ő irányítja a dolgokat, miért várnánk el, hogy a továbbiakban azt csinálja, amit mi szeretnénk? Nem az a lényeg, hogy pórázzal vagy póráz nélkül indulunk neki a közös tevékenységnek, de fontos, hogy az elején a teljesen felpörgött kutyát is irányítani tudjuk. Mikor az emberek meglátják, hogy öt kutyát sétáltatok pórázzal vagy anélkül, általában az arcukra van írva a kételkedés. Nem hiszik el, hogy egy ilyen vékony lány irányítani tudja őket. A kutyáknak nem az számít, hogy milyen nagy darab az ember, hanem hogy mennyire határozott, következetes. A kutyák másképp gondolkoznak, és másképp látják a világot, mint mi. Mindig adjuk meg kutyánknak azt a lehetőséget, hogy teljes kontroll alatt kifutkározhassa magát. Sokan nem merik elengedni pórázról, mert nem tudják behívni, mások pedig elengedik, mert azt hiszik, be tudják hívni. Pedig nem. Kevesen vannak, akik hirtelen, váratlan történés ellenére is oda tudják hívni kutyájukat. Ez az a feladat, amit megfelelő tekintély nélkül nem lehet elérni. A tekintély nincs ingyen, és nem könnyű megszerezni. Növelése érdekében otthon, a mindennapokban is következetesnek kell lenni. Egy séta alkalmával többször is be kell hívni őket, nem csak akkor, mikor valami vészhelyzet van. A tanítási szakaszban a kutyát csak kellemes élmény érheti, ha oda jön, mikor hívom. Az elején és a későbbiekben is egyaránt fontos, hogy a kutya mindig olyan közel jöjjön, ha szeretném, meg tudjam fogni. Elbohockodhatja a helyzetet, de maradjon ott mellettem, és csak akkor mehet tovább, ha megengedtem. Bármikor tudnom kell távolabbról is irányítani. Ha például egy autó közeledik, akkor praktikus, ha a kutyát ki tudom küldeni az út szélére, és ott megvárja, míg jelzem neki, visszajöhet. A séta része, hogy a kutya ne akarjon világgá szaladni, mikor meglátja, már hazafelé tartunk. Tudomásul kell vennie, vége a sétának.